Szirénázó rendőrkocsik vezették fel a Budapestről Nyíregyházára érkezett páncélautót. A József András Múzeum előtt rendkívüli biztosítás mellett felfegyverzett kommandósok vették körbe a járművet. Szó szerint kincseket rejtett a páncélautó, hiszen a rakomány többek között a Magyar Nemzeti Bank értéktár program keretében megvásárolt éremgyűjteményét is tartalmazta. A 16. 17. századi erdélyi tallérok igazi ritkaságnak számítanak, értékük 1,1 milliárd forint. Ez egy 220 darabos gyűjtemény, ami János Zsigmondtól egészen Apafi Mihályig, az utolsó erdélyi fejedelmig öleli föl az erdélyi pénzverésnek ezt az aspektusát. A tallérok nehéz ezüst pénzek voltak, a 28,5 g súlyúak, ezek nagyon ritkák, hiába vertek Erdélybe ilyen pénzeket viszonylag sokat, hiszen gazdag nemes fémbányákkal rendelkezett a fejedelmség, de nagy része mind elment adóba. Viszonylag kevés maradt fönn, ezért ezek az erdélyi tallérok az árveréseknek mindig ilyen kiemelkedő fénypontjai, amik vagyonokért kelnek el árveréseken. A Nemzeti Múzeumnak 7,5 darabja van ebből, de több mint 200 év gyűjtőmunka után szedte össze ezt a Magyar Nemzeti Múzeum. Itt meg hirtelen rögtön egy 220 darabos anyagról van szó, amiből egyébként 60 darab a Nemzeti Múzeumban sincs meg. Az éremgyűjtemény a József András Múzeum augusztus 26-án nyíló a Fejedelmeink mesés kincsei címet viselő tárlatának a része, mely a Magyar Nemzeti Múzeum vándor kiállítása keretében Székesfehérvár után második helyszínként Nyíregyházára érkezik. A tárlattal az erdélyi fejedelmek fizetőeszközein keresztül szeretne egy közel 150 éves történelmi áttekintést nyújtani a múzeum. Úgy indult ez a kiállítás, hogy egy numizmatikai kiállítás, de mi a Nyíregyházi Múzeumban kifejezetten a nagy közönség számára szeretnénk ezt a kiállítást bemutatni. Tehát nem csak a numizmatáknak, nem csak a felnőtteknek, az érdeklődő felnőtteknek, hanem a magyar történelem, a magyar nemzet története iránt érdeklődőknek, és kifejezetten a fiataloknak azért, hogy ezt a részét a történelemnek értsék meg, hogy 21 fejedelem 150 év alatt hogy kapcsolódik be a magyar nemzet történetébe. A nyíregyházi kiállításon a tallér gyűjtemény mellett megtekinthető lesz egy 48 darabos reprezentatív válogatás is a Magyar Nemzeti Bank 1974-ben alapított bankjegy és éremgyűjteményének erdélyi aranypénzeiből, valamint szintén a jegybank tulajdonában lévő 13 darab eredeti 17. századi erdélyi verőtő, amelyek a Magyar Nemzeti Bank több mint 6000 darabot számláló verőszerszám gyűjteményének legkorábbi darabjai. Ezen kívül korabeli erdélyi fegyvereket, többek között sodronyinget, huszársisakot és félvértet, díszszabját, illetve díszbuzogányt is bemutatnak majd, amelyeket a Magyar Nemzeti Múzeum kölcsönöz a tárlatra. A kiállításhoz interaktív múzeum pedagógiai program kapcsolódik, ezen János Zsigmondtól II. Rákóczi Ferencig az erdélyi fejedelmeket ismerhetik meg az érdeklődők. A kicsiknek diorámákon szeretnénk bemutatni néhány történelmi eseményt, figurákkal, várokkal, hogy jobban tudják kötni a meséket, ezért is a kiállítás címe a Fejedelmeink mesés kincsei, tudják kötni a mesét a történelemhez, és hogy tudják jól érezni magukat ebben a kiállításban. Akik tanulnak, azoknak szeretnénk minden fejedelemről egy-egy rövidebb leírást, érdekességeket bemutatni. A Fejedelmeink mesés kincsei címet viselő kiállítás augusztus 26-án nyílik a Nyíregyházi József András Múzeumban, és november 30-áig várja az érdeklődőket.